teljesen ismeretlen, számunkra még ismeretlen elhagyatott helyszínt. Az itt van nagyjából tőlünk olyan 2-3 kilométerre. Szóval megváltoztattam az úti célt, és most oda fogunk elmenni ebbe az új helyszínre. És meglátjuk, hogy ott majd mi vár ránk, vagy hogy mit tartogat majd a kis épületecske nekünk, mert ott még tényleg nem voltunk. Azt láttam, hogy van valami ilyen hatalmas ilyen függő átjáró, meg valami egy apró épület, de hogy összességében hogy mi van benne, vagy hogy mire számítsunk, azt így konkrétan nem tudom. Tehát a terv az az jelen pillanatban, hogy oda elmegyünk. Ja, meg a másik tervet akartam mondani, hogy én a mai nap folyamán én fél egynél tovább biztosan nem vagyok hajlandó maradni, mert én tegnap majdnem meghaltam, annyira fáradt voltam már. Szóval a fél egyig fog tartani nagyon-nagyon maximum az egész, tehát most megnézzük ezt az épületet, és akkor véget vetünk a mai cuccnak. Szóval a 120-nak is egy a vége. Faszom még, bazd meg, nyári gumival is megcsúszunk, menjünk a kurva anyába a BMW, bazd meg. Meg a gumi is a faszomba. Hát nem igaz, geci. Jó, nem az, megáll szépen az autó, csak mi az, hogy csikorog a kerék, bazd meg. Hát ember egy ilyen autónál, hogy mi a faszom, hogy nyikorog a gumi? Tiszta szégyen. Nevetséges, bazd meg. Milyen gumit vegyen az ember az autójára, bazd meg? Hogyha hirtelen fékez, akkor ne nyikorogjon, bazd meg a... Izé. Na. Elmegyünk az új helyszínre. Remélem, én nagyon remélem, hogy most egy olyan helyszínt találunk, amit akár megéri majd. Jó, csak onnan szembe meg nem. Bazd meg, a faszom a lámpádba, bazd meg! Te, most ez reflektor? Aha. Tesóm, az indexelt eddig, vagy nem? Nem, most indexelt. Te mi a fa, vagy baszva, bazd meg? Mennyi idő, mire odaértek? 3-4 perc. Amúgy ez egy kurva jó amúgy így most, ahogy vagyunk, hogy minden ketten ugyanott laktok, ugyanott abban a busz megállóban raklak itt titeket. Igen. Én meg itt lakok tőletek 1-2 perc. Igen. Tehát ez egy kurva jó. Ott alatt, a busz megálló a túloldalon lakik. Az általános suliban szemben. Ja. Szóval rá bántanak, hogy bármi kérdez az Andris számát, ez pikpak. Hát engem nem bántanak, már jó. Akkor jó. Mert box lesz, pikpak, szétpapozol. Ha jó, figy, Dani, némíthatok vagy tilthatok, mert valakit már nagyon van. Hát tiltsá, gecibe. Nem kell. És nem, már más is szólt neki. Nem kell szórakozni, fogd le, tiltsd le a gecibe örökösen, aztán menjen a kurva anyjába, aludni haza. Na srácok, megyünk az új helyszínre, jó? Légy szíves, nyomjátok a kedveléseket a videóra, jó? Nyomjátok a kis kedveléseket, szépen okosba. Mindig több emberhez eljussunk. Ja, és osszátok meg a live-ot legalább egy emberre, jó? Fiúk, lányok, semlegesek és kettő közöttiek. Nagyon szépen megköszönöm nektek, hogyha ilyenbe segítetek. És az Instagram követőket, láttam, hogy követtek be nem tudom 100-an vagy mennyien. Azt is nagyon szépen köszönöm. De örülnék, hogyha még azért gyűlnénk egy kicsit az Instagramon. Na. Itt valaki köszön neked, hogy szia, Rea. Azt nem látom, hanem azt a marhanépának kirogatnak, akit én most kivágtam. Na, helyes. Ki is kell dobni a gecibe. Hány moderátorunk van amúgy itt? Kik vannak itt moderátorok közül? Szinti meg jó magam, meg szerintem a Rebi. Rebeka, Szintia, meg te? Többi moderátor az hol van? A Tamara, nem a Tamarának az a baj, a Tamarának most megérett sajnos a szerintem a moderátor csoportban való eltétel. Tehát én a Tamarát megmondom az őszintét, se nappal, se éjszaka, már semmikor nem látom a live-ba. Tehát a Tamara az most már olyan módon eltűnt az élőadásokból, hogy igazából csak dísznek van. Se a csoportban nem ír semmit. Meg a Tamarát azt sajnálom, mert ő itt volt már az elejétől fogva velem. Na tessék, már jelentkeznek a... Srácok, elmondom a feltételeket a moderátorhoz. Lehet jelentkezni moderátornak, viszont kemény kritériumai vannak, és kurva nehéz bennmaradni. Tehát a legfontosabb az első, hogy olyan aktív legyen, mint a picsa. Live-okban is, illetve a messengeres csoportunkban. Második, hatalmas nagy feltétel, hogy 18 éves legyél legalább, de 30 alatt legyél. A másik pedig az, hogy most egy lány moderátor csoportunk van, tehát konkrétan mindenki lány a csoportban, és ezt már ezt a vonalat is fogom vinni, tehát csak és kizárólag lányok jelentkezhetnek a csoportba. Jó, tehát, na megérkeztünk egyébként, na látod, ott van, ez meg? Látod, ott a ház. Igen. És elhagyott ott, nem? Nem úgy néz ki? Ide beállok félre, és akkor, és ott van egy ilyen valami függő átjáró is, vagy nem tudom pontosan, de mindjárt megnézzük. Szerintem ide ráállok, ott meg tudok faszán állni, és akkor köszönöm szépen a lájkokat, megosztásokat, kedveléseket, puszilag titeket, mindenkit. Mert miért? Hát azért, mert srácok, mert ez az én moderátor csoportom, ez az én irodásom, és én így döntöttem, hogy én csak lányokkal szeretnék együtt dolgozni. Ez tekintettel arra, hogy eddig a fiúkkal, akik bekerültek a csoportba, mindegyik eddig probléma volt szinte 99%-ban.
és így a lányok maguk között jobban el vannak, azt vettem észre, szóval így az egyedüli fiú az én vagyok. Hát a Pisti az meg igazából csak úgy dísznek van a csoportban, csak ilyen tiszteletbeli tag, nagyon az... Na, megjöttünk gyerekek! Megjöttünk. Na, nagyon az is, hogy a Pisti se lány. Így van, pont most mondtam egyébként. Tehát a Pisti az csak ilyen dísznek van igazából moderátornak, az se nem nézi a live-ot, se nem csinál semmit, tehát ő csak így van, aztán ennyi. Automata. Na. Na menjünk! Gyertek gyerekek, hozom a cigarettát, mert cigaretta nélkül nincs élet. Gyerekek, mindenki cigarettázva. Ne, te hogy is csak... Mi? Mi baj van? Kell. A izé? Onnan? Ja. Nem. Ide nem, hát ez most ez egy kis gyűszűnyi. Na srácok, induljunk. Na, most megmondom az őszintét, most van bennem egy ilyen új, egy ilyen új. Na látod az új izét? Jaj, bazd meg! Nyisd ki egyszer újra meg vissza. Nyisd ki újra meg vissza, Rea. Becsuktad rendesen? De nem akarom leszakítani. Jó. Na srácok, milyen lett az új felni? Dögös, nem? Meg az új hűtőrács. Milyen az új hűtőrács, srácok? Mondjátok meg ti, milyen az új hűtőrácsom? Ez, a, ez az M4-es BMW-nek a hűtőrácsa. Na milyen tesom, packó? Kőkemény. Packa? Pacekes? Ez az tesó. Szopós? Kurós? Kurós tesó? Ez az. Kurós? Lány lenni? Lány lenni? Mit csinálnál? Jújj! Na, menjünk gyerekek, gyertek! Ne, az majd mindjárt leoltódik. Na, gyerekek, ez egy új elhagyatott. Srácok, valaki világít? Amúgy létszi, please. Új Ferdinánd, ez így van. Az az autó neve, hogy Ferdinánd, ezt jól tudtátok. Ferdinánd. Ferdinánd, ja, jó hülye neve van, mi? Nagyon jó. Na, hol lehet itt bemenni? Az lenne az első kérdésem. Van vonat, hogy mi a bátor? Ez nem vonat, ez egy függő átjáró. Az. Az egy függő átjáró, igen. Gyere, gyere, világíts erre, tesó. Na, hol a gecibe lehet itt bemenni? Aha, ott. Oh, én megtalálom, ott, ott lehet bemenni. Ne szopass. Hú, bazzak, ide le kell szaladni. És hogy jössz innen fel? Hát föl, az a baj, hogy a föl az még szerintem könnyebb, mint a le. Hát... És itt nincsenek. Itt nincsenek-e? Hát... ha hajléktalan lennék, én biztos itt lennék, mert eléggé közel van a városhoz. Nem egy laktanya például. Az a baj, hogy csak itt tudunk lemenni. Tehát ezt most vagy megkocsz, erre megpróbálok lemenni. Világ, és egy szíves. Aha, ki van, halad, ki van járva. Ki van járva. Mondjuk nagyon stabil, geci stabil a cucc. Á, gyerekek, halad itt. Ja, hülye, á, stabil. Én itt nem igazán merek. Várjál, nézd meg, ott, ott, ott fele ilyen meredek nincs. Várjál. Rebeka, te miért írogatsz pontot? Jelzett, hogy itt vagy mindig? Vagy nézzük. Ó, hát itt simán, itt már könnyebb. Könnyebb. Ó. Itt biztos, hogy vannak. Nézd meg, mi az a függő átjáró. És nyitva van az ajtó, bazd meg. Ja, azért mondom, itt tud, hogy bemenni. Várjál, világítsatok elém? Én majd mindjárt. Ú, bazd meg, az a baj, hogy nem elém világítotok. Így át kell adni egymásnak a telefont, amikor nem megyünk. Na, várjál. Itt... Hát nem baj, majd felébresztjük őket. Mondjuk az sem biztos, hogy alszanak amúgy. Jaj. Ó, oh, gyerek. Na, hát ez nyitva van ez az ajtó, ez konkrétan ez. Hát nincsen világításod, Rea? Köztesom. Világíts be. Á, várjál, fosok így előre így bemenni. Jó estét. Nem akarunk zavarni. Mi ez, denevér? Tele van ez is denevérrel. Fasza. Nektek nincs hosszú hajatok. Hát, ez azért bőr. Ebben. Na várj, hogy lehet ezt kinyitni? Ez mi a geci? A kurva denevér, bazd meg, de beszartam! Te figyelj már, denevér, azért a pofám leszagadt tőled, haverom, azért... Ne legyél már szemtelen, hát a hajadba tud maximum beleszállni. Na. Te, á, nem, itt biztos, hogy nincsenek, tiszta pókháló minden. Hallod? Annyi pókhálót lehúztam most az elmúlt fél másodpercben, hogy... Ha azt hittem, hogy a pók engem akar elkapni és beizélni. Hát ez semmi, ez egy kicsi épület, gyerekek. Nézd, ott lehet átmenni arra a függő folyósóra, geci. Csak oda meg nem tudunk fölmenni.
Hát gyerekek, ez semmi. Ez egy pici épület. És levették a, tudod, az ilyen létrákat, meg az ilyeneket. Ja. Ez ilyen valami... De mi volt itt, esmond, vagy? Én nem tudom. Beleléptem valami üvegszilánkba, bazd meg. De hát ez ilyen különlegesen ropog, hallod? Ja. Azt mondom, hogy valami... Ja, ugye ilyen különleges, tesó? Ugye? Hallgass? Ja, hallgass? Hát, hát... Mi ez? Mint az a... Mit a játszokon, meg edzőtermekben vannak azok a cuccok. Én ahhoz tudnám hasonlítani, csak egy szép van mangóba. De nem olyan, de még. Cső, tesó. Szia, bátya. Hát ez semmi. Ezt beszoptuk, mert ez semmi konkrétan. Hát jó, én nem tudtam, mert én csak kívülről láttam. Azt hittem, hogy ez folytatódik, tudod, vagy valami. Érdekes amúgy. Hát érdekes lenne, hogyha tudod, mikor lenne érdekes, ha föl tudnák menni arra a függőhídra, vágod. Hagyjad le a gecibe. Azt megnézném, kurva. Azt a függőhídat, azt én is megnézném. Ja. Ide szállt egy lepke rám, bazd meg. Kíváncsi vagyok, hogy... Srácok, aki még nem tette meg az Instagramos feliratkozást, az legyen kedves, az nyomja. Az Instagramom D Nyitrai, vagy az Instagram profil, a TikTok profilomon, ha rámentek az Instagramjára, ott is megtaláljátok. Na srácok, én nekem már elég volt az izgalmakból, meg kurvára nem pihentem ki magam a napokba. Viszont holnapra ígérek nektek ugyanúgy egy folytatást, jó? Jaj, de szép vagy, gyönyörűm. Jaj, egyem meg a kis húsodat. Jaj, ne. Picikém. Lesz folytatás, jó? Fekete démon csináltam belőle konkrétan, gyerekek. Ugye? Full fekete már az egész autó, geci. Hátul, elől, oldalt, mindenhol, nem? Hát már full fekete az egész autó, geci, mindenhol. Hát azon gondolkodok, srácok, ezt a krómcsikot, ezt is leszedem. Átfújhatom feketére. És geci, akkor mennyire fekete lenne az autó? Meg ezt a krómot is leszedném, azt is feketére, hallod? Meg, ezt is. Még az a baj, hogy most cseréltem ki pont a hűtőrácsot. De volt olyan vágod, ahol ez is fekete volt. Ja. Ha az full, csináljunk egy full feketét belőle. Ráncszámot nem lehet feketére fújni. Fehér írással. Ja, ez az. Na jó, srácok. Elég volt már az izgalmakról, puszillak titeket. Köszönöm, hogy itt voltatok. Holnap tartunk egyet, ígérem. Az Instagramon, aki bekövet, az fogja látni, hogy mikor, hol. Töttörő. Jó, tehát az Instán kövessetek, aki akar értesülni arról, hogy mi lesz. Aztán köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor holnap folyt köv, jó? Csókollak benneteket, sziasztok!